Sziasztok! Az elkövetkezendő három videómban két olyan olasz sörétes fegyvert szeretnék számotokra bemutatni, amely az elmúlt időszakban néhány ügyfelemnek elég komoly fejtörést okozott. És hogy miért is? Kecskés Róbert vagyok a Cignaria Kft-től, és azt mondhatom, hogy azért okozta a fejtörést, mert árértékarányban nagyon-nagyon hasonlóak a fegyverek, bár felhasználási területük egy picit eltér, de mégis nagyon közel állnak egymáshoz. És mik is lennének ezek a fegyverek? Tulajdonképpen a Beretta Silver Pigeon 1 és a Rizzini BR-110 Sporter. Kezdjük is mindjárt az első videóban a Beretta Silver Pigeon 1-jel. Ugye ez a Berettának egy komoly zászlós hajója, hiszen tulajdonképpen ez a belépőszintű fegyvere a cégnek. Amit elmondhatunk a fegyverről, hogy fáját tekintve egy viszonylag egyszerű fával kapjuk a fegyvert, habár volt már rá példa, hogy sikerült ügyfélnek egy komolyabb fával találnom Silver Pigeon 1-et, de azért ez nem olyan gyakori. Csövét tekintve viszonylag egyszerű, inkább a vadászatot tükröző csővel rendelkezik. A csősíne ugyan ventilált, de a két cső között ventilációt nem találunk, tehát tulajdonképpen inkább a vadász vonalra hajaz. Irányzéket tekintve egy egyszerű kicsi gombirányzék, amit általában az ügyfelek egyébként cserélnek is valamilyen fénygyűjtős irányzékra, és a felső csősin egy viszonylag keskeny csősin. Szerkezetét tekintve, illetve baszkőjét tekintve egy nagyon szép, kellemes kis gravírozás található rajta, nagy Beretta felirattal, illetve ami egy picit exkluzívabbá teszi, ez a kis mindent összetartó csavar, ami egy még kisebb, pici exkluzív, aranyozott rögzítő csavarral van kiegészítve. Aranyozott elsütő billentyű, ugye egy billentyű, sorrendváltó. Szerkezetét tekintve, amit szintén bemutatok itt a videó alatt, illetve a beszédem alatt, tulajdonképpen egy nagyon szép letisztult szerkezete van ennek a fegyvernek is, mint minden olasz fegyvernek egyébként. Belül a szerkezetben is folytatódik, ugye az elsütő billentyűnek ez az aranyozott bevonata, ott is láthatunk néhány elemet, ami ilyen felületkezelést kapott, illetve láthatjuk a lengő tömeget a szerkezetben. Felhúzását tekintve, mint bármelyik, ahogy mondtam, olasz sörétes, tehát a fegyver elsütése tulajdonképpen a biztosító előrenyomásával, nincs benne automata biztosító alapban, de a biztosító előrenyomása mellett tulajdonképpen az elsütő billentyű elhúzásával el tudjuk sütni a fegyvert. Itt ugye szükséges alapesetben a lőszernek a hátra taszító ereje, így tud a lengő elem mozgásba jönni. Ezt úgy tudjuk egész biztosan elsütni ugye a második csövet is, hogy sorrendet váltunk, és akkor biztosan elsül a második cső is. Egyébként még a baszkűről annyit, hogy maga a zárást azt ugye sajátos módon nem alul végzi a Beretta, hanem felül két csapon keresztül, tehát tulajdonképpen a két cső között, inkább a felső cső közelében két csappal rögzíti, illetve reteszel a rendszer, illetve a másik rögzítési pont az maga a két csap. Egyébként nagyon exkluzívvá teszi, nagyon kellemessé teszi a kinézetét, illetve a dizájnját, hogy egy része a baszkülnek belezáródik egész pontosan a csőbe, illetve az egyesítő blokkba. Az árát tekintve, ugye ez a 2000 euró körüli ára ennek a fegyvernek, ez eléggé stabil, és aztán jól tartja későbbiekben is, tehát ez egy igen jól eladható fegyver, már csak hogyha azt nézzük, hogy egy Beretta, az Beretta. Ennyit szerettem volna így röviden elmondani a Berettáról, és akkor a következő videóban jöjjön a BR-110 Sporter Rizzini, és az utolsó videóban pedig be fogom számotokra mutatni a két fegyvert egymás mellett is. Remélem, hogy hasznos volt ez a rövid kis videó, ha igen, akkor kérlek osszátok meg barátaitokkal, ismerőseitekkel is. Kérlek iratkozzatok fel YouTube csatornámra, illetve hírlevelemre is.
Nagyon köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!